A próbateszt állítólag nem kötelező. Az iskolák viszont eddig még nem kaptak pontos utasítást arról, hogy szombaton kell-e megtartaniuk az anyanyelvi meg a matematikai próbatesztet is. Közben kiderült, hogy a próbateszt anyanyelvi feladat nem készültek el magyar nyelven és a többi kisebbségi nyelven sem. Az illetékes intézet vezetője szerint erre nem volt elég idejük. Szerinte már az is előrehaladásnak számíthat, hogy a kisebbségi közösségek diákjai legalább a matematikai próbatesztet megírhatják, mivel az elkészült. Egy olyan megállapodás született, hogy felkérjük, illetve már fel is kértük a bizottságot, akit egyébként a Pedagógiai Intézet felkérése a Magyar Nemzeti Tanács nevezett ki, hogy készítsen el egy próbatesztet, amit ha várhatólag még a mai nap folyamán el is készül, és ezt a próbatesztet fogjuk eljuttatni e-mail útján mind a 78 általános iskolában, ahol van magyar nyelvű tagozat, illetve ahol 8. osztályosok végzősként most tesztelés előtt állnak. Remélhetőleg ezáltal fel tudjuk oldani azt a nehézséget, illetve azt a problémát, hogy gyakorlatilag a minisztérium nem készített elő teszteket a nemzeti kisebbségek számára. Azok az iskolák, ahol most szombaton nem tudják megtartani a próbatesztet, ezt megtehetik május 21-én. Egyébként a valódi záróvizsgát anyanyelvből június 23-án, illetve matematikából június 24-én tartják a végzős általános iskolások számára.